Köszöntöm a kedves nézőket, jó estét kívánok! Önök az Emplén Televízió hírműsorát, a hírhét adását látják 2021. július 15-én, csütörtökön este 19 órakor. Műsorunk elején következzenek a nap legfontosabb hírei egy-egy mondatban. Elkezdődött a Dirini Fesztivál. Emberkereskedőket fogtak el Sátoraljaújhelyen. Korcsolyás élménytábor a jégcsarnokban. Dirini Fesztivál Sátoraljaújhelyen ünnepélyes keretek között nyitották meg a kulturális rendezvénysorozatot, mely július 14-e és 18-a között 8 helyszínen összesen 30 programot kínál a színház kedvelőknek. A fesztivál megálmodói azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy az országjárás és vándorszínház alapprogramokkal színvonalas színházi produkciókat visznek el az ország számos településére. Sátoraljaújhelyen hiánypótló lesz ez a rendezvénysorozat, hiszen távol esik a klasszikus kőszínházi élményektől. A Színház mindenkinek jeligével útjára indult program missziója, hogy minőségi színházi élményt juttassanak el azokra a településekre is, ahol a kultúrához való hozzáférés korlátozott. Hagyományteremtő szándékkal indul el a Dériné Fesztivál Sátoraljaújhelyen, ahol a színházi élet a régmúltra nyúlik vissza. Visszanyúlik ez a program a magyar színházművészet nagyon korai szakaszára, már a tekintetben, hogy sok helyre az országba elviszik a programjaikat, mintha egy vándorszínház lennének, mint ahogy valamikor a 19. század elején, még a 18. végén elindult Magyarországon a magyar nyelvű színjátszás. És ezt a programot persze kibővítették. Vannak olyan saját előadásaik, amelyek itt is bemutatásra kerülnek, és vannak mások által befogadott programjaik, amelyeket az ország sok pontján megmutatnak. Abból is mutatnak egy kis válogatást itt. És kísérő rendezvények is lesznek, koncertek, ahogy az egy fesztiválhoz illik. A Dériné társulat számára nem ismeretlen Zemplén fővárosa, hiszen a tavalyi évben már bemutatkoztak a helyi közönségnek. Azt gondoltuk, miután tavaly augusztusban itt mutattuk be a János Vitéz című előadásunkat, és nagyon jól éreztük magunkat, megismerkedtünk egy picit ezzel a közeggel, azt gondoltuk, hogy itt Sátoraljaújhelyen egy új fesztiválnak igenis, hogy helye van, és hogyha ez a Dériné Fesztivál lehet, akkor mi nagyon boldogok vagyunk. A város önkormányzata tárt karokkal várt bennünket, és hát azóta is nagyon sok együttműködő partnerrel eltünk, úgyhogy most már itt vagyunk a finishben, és várjuk, hogy a programokkal kedveskedhessünk az érdeklődőknek. A fesztivál minden korosztály számára kínál programokat, melyben színházi előadások, koncertek, interaktív műhelyek, sőt színház pedagógiai kalandtúra is szerepel. Ez teljesen széles kör, tehát próbáltunk a teljes lakosságra fókuszálni, tehát akár a kicsikre, közép, akár az idősebbre, akik az népzenét szeretik, akik a Cseh Tamás, vagy a könnyű zenét, vagy a népszínművek iránt vannak elkötelezve. Tehát azt gondolom, hogy ebből a 30 előadásból, programból, ami most itt ebben a 4,5 napban itt látható lesz, azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja azt, ami vagy amelyek a saját kedvencei. Szamosvölgyi Péter polgármester elmondta, a Dériné Fesztivál mint kulturális programcsomag egy újabb nagy lehetőség a város és a térség számára. Nagyon büszke vagyok és nagyon boldog vagyok azért, hogy Újhely és a térség, nem csak Újhely, hanem a térség kapta meg a lehetőséget a Dériné programban először az országban arra, hogy ez a fesztivál megrendezésre kerüljön. Köszönjük ezt a Nemzeti Színháznak, köszönjük ezt a Falvak Városok Szövetségének elnökségének, Halász János úrnak, díszpolgárunknak, mert ők nagyon sokat tettek azért, hogy ez a mai esemény itt elinduljon. Emberkereskedőket leplezett le Sátoraljaújhelyen a készenléti rendőrség, Nemzeti Nyomozóiroda, Felderítő Főosztály, Emberkereskedelem elleni osztálya. A gyanú szerint az egymással rokoni, baráti kapcsolatban álló gyanúsítottak 2013 és 2019 között tevékenyen közreműködtek legalább 9 kiszolgáltatott helyzetben lévő magyar nő Berlinbe történő kiszállításában és elszállásolásában abból a célból, hogy ott prostitúciós munkát végezzenek.
Emberkereskedelem büntet megalapozott gyanúja miatt 4 sátoraljaújhelyi lakossal szemben folytat nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda Felderítő Főosztály Emberkereskedelem elleni osztálya. Az elkövetők áldozataikat külföldön kényszerítették prostitúciós tevékenységre. 2013 és 19 között közreműködtek abban, hogy legalább 9, a nyomozás adatai szerint bizonyíthatóan legalább 9 kiszolgáltatott helyzetben lévő nőt Berlinbe szállítsanak, ott elszállásolják őket, mindez pedig abból a célból tegyék, hogy ott prostitúciós tevékenységet végeztessenek a nőkkel. Ezt nagyon szoros felügyelet alatt végeztették a nőkkel, meghatározták nekik, hogy pontosan hol, milyen időkeretben kell ezt a tevékenységet végezni, és hogy mennyi a napi bevétel minimuma a nőknek, amit részben, de többször teljes egészében elvettek a nőktől, és ezt saját, egyébként luxus megélhetésükre fordították. A nyomozás adatai szerint az évek során több 10 millió forintot szereztek így a gyanúsítottak, ezektől a kiszolgáltatott helyzetben lévő nőktől. Az emberkereskedelmi osztály felkérésére július 13-án kora reggel egy összehangolt rendőri műveletet szerveztek meg Sátoraljaújhelyre. Ebben részt vett a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bükk közterületi támogató alosztálya, és természetesen Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság munkatársai is. Ennek eredményeképpen a tartózkodási helyükön azonos időben sikerült intézkedés alá vonni mind a 4 férfit. Mindannyiuknál házkutatást is tartottak, ahol munkatársaim egyrészt a bűncselekmény elkövetésével összefüggő bizonyítékokat foglaltak le, de a rendőrség nagy hangsúlyt fektet a vagyon visszaszerzésre is. Jelentős mennyiségű készpénzt találtunk a helyszíneken, és egy nagyértékű személygépkocsit is lefoglaltunk. Ezt követően mind a 4 férfi gyanúsítottként hallgattuk ki, 3 közülük szabadlábon védekeznek, egyiküknek viszont az őrizetbevételét rendeltük el, az ő sorsáról a bíróság fog dönteni a mai napon. A gyanúsítottak terhére rót minősített emberkereskedelem büntet büntetési tétele 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés. Sátoraljaújhely polgármestere közösségi oldalán a témával kapcsolatban elmondta, a városban 99%-ban törvénytisztelő emberek élnek, és a település a jövőben sem tolerálja az ehhez hasonló magaviseletet. Korcsolyás élménytábor zajlik a héten Sátoraljaújhelyen. A különböző korosztályú helyi és környező településekről érkező gyerekek a korcsolyázás mellett komplex, foglalkoztató és szórakoztató programokon is részt vehetnek. Idén már 4. alkalommal rendezik meg a Sátoraljaújhelyi jégcsarnokban a korcsolyás tábort. Az előző évekhez hasonlóan több korosztály vesz részt a színes programokat kínáló élménytáborban. Általában 5 és 8 év közötti gyerekeket várunk, hiszen itt olyanokra számítunk, akik nem tudnak még egyáltalán korcsolyázni, de szeretnének a kánikulában egy kicsit hűsölni és közben tanulni is valamit. A tábor programjában 2 óra jegesedzés van, 2x1 óra, egyszer edzünk reggel, egyszer pedig délután, közben pedig mindig van egy ilyen különleges élményprogram, mint falmászás, vagy állatsimogatás, vagy kézműveskedés, vagy mesedélelőtt a könyvesboltban, vagy medencézés, tehát külön minden nap más program. Sok táborozó érkezik a környező településekről, valamint sokan hozzák nagyobb testvéreiket is, hogy egymás segítsék. A tábor elsősorban az általános iskolás 1.-2. osztályos korú gyerekek miatt nem bentlakásos, így a nap végén mindenki hazamehet. Minden tábor végén a szülőknek megmutatjuk, hogy mit tanultunk, és akkor 3 csoportban tanulnak a gyerekek, ugye kezdő, középhaladó és haladó, és akkor ezek edzői készítik fel őket péntek délutánra egy kis gála műsorral, amit persze nagyon élveznek a gyerekek, ez zenés, kis formációs műsor. Répási Andrea edző elmondta, idén is nagyon élvezik a gyerekek a tábort, a közös programok és élmények összekovácsolják a különböző korosztályokat. Elkészült Tarcalon az Eleméri Kúria Rákóczi Szüretelőház felújítása. A 250 éves történelmi épület restaurálási munkálatai több mint 1 év alatt zajlottak le. A tervek szerint a felső emeleten egy kiállítás kap majd helyet, ahol a borkészítés történetét és a település múltját mutatják be. Úgy tervezik, hogy a borház ad majd helyet a Tokaj-hegyaljai borászok szakmai konferenciáinak és különböző társadalmi eseményeknek is.
Több mint egy év alatt készültek el Tarcolon a Rákóczi szüretelőház restaurálási munkálatai. Funkcióját tekintve is megújult az épület, hiszen a tervek szerint a borházat helyett a jövőben a tokajhegyaljai borászok számára, a szakmai konferenciák és továbbképzések rendezésére. Emellett pedig egy kiállító és egy rendezvényteret is kialakítottak. Az épület kívülről és belülről is teljesen megújult. Gyakorlatilag a tetők. Kezdtük, tehát teljesen megújult az épületnek a tetőszerkezete, tetőfedése, bádogos munkái, a homlokzat, az emeleti ablaksor eredeti állapotba lett helyreállítva, az előkészítő pince szakasz is, és a teljes külső-belső megújítás, ami ugye a parkrendezés, a díszburkolatok, a feljáró lépcsők, tehát minden megújult az épületen, aminek meg kellett újulnia. 250 éves szüretelőház célja több, mint a múlt megőrzése. 2011 volt az az év, mikor a Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanácsa tulajdonba kapta a Földművelődési Minisztériumtól a Tokaji Borvidék Kutatóintézetét. 10 év telt el azóta, és én azt gondolom, büszkék lehetünk azokra az eredményekre, amiket elértünk. Ugye 3 évvel ezelőtt sikerült a szomszédban álló gyönyörű új épületet átadnunk, egy nagyon modern új labortechnológiai felszereléssel, korszerű kutatói dolgozó szobákkal egy teljesen új épületet építettünk, azt hiszem a kor legmodernebb vívványainak megfelelően. És most itt állunk ebben a gyönyörűen felújított 250 éves épületben, a Rákóczi szüretelőházban, amely azt gondolom páratlanul újult meg építészetileg. Egy kiállítás is helyet kap az épületben, mely többek között a történelmi borvidék történetét dolgozza fel. Ez a szüretelőház egy turisztikai pályázat keretében kapott forrásokat. A kiállító termek most már készen, tehát az építészeti munkák befejeződtek. A elkövetkezendő hónapokban áll föl a koncepció, hogy mi legyen benne. Tehát a fenti, az emeleti helységben Tarcal története, Tokaj története, Rákóczi család története, tehát ez a minden, ami borhoz és Rákóczihoz is kötődik. Emellett van egy másik funkció, ez legalább annyira fontos, ez a szakmai rész. Ugye a földszinti rész, ami valamikor a feldolgozó rész volt, az minden, ami borhoz kapcsolódik, borlovagrendi események, borlovagavatások, borárverések. A tervek szerint 2022. márciusában már látogatható lesz a közönség számára az épület. 4 települést érintő beruházás valósul meg Kenézlőn. A Széchenyi 2020 program keretében közel 800 millió forintból valósul meg a Kenézlő központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című beruházás. A projekt célja, hogy a Kenézlő, Vis, Zalkod és Györgytarló településeken összegyűjtött szennyvizek ártalommentes tisztításához szükséges szennyvíztisztító telep jöjjön létre. Vis, Kenézlő, Zalkod és Györgytarló. Ezeket a településeket érinti az az Európai Unió által támogatott projekt megvalósítása, amelynek köszönhetően megújul Kenézlőn a szennyvíztisztító telep. A felújítás célja, hogy a szennyvíztisztítása korszerűbben, gyorsabban és környezetkímélőbben történjen. A korábbi elavult telepet teljes egészében újítják meg, hogy az megfeleljen a modern kor követelményeinek. A szennyvíztisztító telepnek a korszerűsítése 2014-15-ben került igazából napirendre, ahol elsősorban a 4 település, Kenézlő, Zalkod, Györgytarló és Vis közös szennyvíztisztító telepét és a szennyvíz házadatának a rekonstrukciójáról lett szó, és később került át egy nagyobb projektbe a sátorihelyi beruházással együtt a Nemzeti Kohéziós Alapból kerül megvalósításra. A meglévő szennyvíztisztító telep már nem tudja olyan korszerűen ellátni a feladatát, mint ahogy az elvárható lenne. A beruházás megvalósításával bizonyos lakossági igényeknek is eleget tudnak tenni. Mint érezhetjük, akik nem látják, érezhetik, hogy itt problémák vannak. Sajnos ez egy szakaszos üzemeltetésű szennyvíztisztító, viszonylag kevés anyagárammal működik. Ennek hatására, ugye a szakaszossága miatt a különböző rozsdák, elhasználódások, kopások és üzemelési problémák miatt szükségünk van egy újabb
frissítésre, ahol ezeket a szagokat, illetve azokat a problémákat, amit eddig felmerültek a négy önkormányzat területén belül szennyvíz elvezetéssel kapcsolatban, azt úgy gondoljuk, hogy most meg tudjuk oldani, és végre pontot tudunk tenni ennek a végére. A beruházás munkálatai hamarosan elkezdődnek, és várhatóan következő év elején fejeződnek be. A négy települést érintő beruházás közel 800 millió forintból valósul meg. Hírműsorunk végén következzenek a nap legfontosabb hírei még egyszer egy-egy mondatban. Elkezdődött a Dirini Fesztivál. Emberkereskedőket fogtak el Sátoraljaújhelyen. Korcsolyás élménytábor a jégcsarnokban. Kedves nézőink, megköszönöm mai figyelmüket, tartsanak velünk holnap este is a megszokott időpontban. Híreinket az M-Plain Televízió weboldalán újra nézhetik. Viszontlátásra!